Azt mondják, a jó lovasrendőr főerénye a türelem, na meg persze az állatok szeretete. A radarban bemutatjuk a készenléti rendőrség lovasalosztályát. Ők azok, akik ha kell részt vesznek futballmérkőzések biztosításában, de vigyáznak ránk az ünnepek alatt a temetőkben is. A lónak nem csak szépnek kell lennie, hanem mentálisan stabilnak és erősnek is. A rendőrség lovas szolgálatáról már láthattak riportot a radarban. Legutóbb egy nagytarcsai csapaterős képzésen forgattunk velük, ahol a készenléti rendőrség gyalogos járőreivel való együttműködést gyakorolták. A nevük nem rövid. Készenléti rendőrség, különleges szolgálatok igazgatóság, bevetési főosztály 3-as, lovas kutyás osztály, lovas alosztálya. Szemlét tartott a magyar rendőrség a Nemzeti Lovardában. Valamennyi magyar lovasrendőr egyszerre hajtotta végre a különböző alaki gyakorlatokat. 39 ló szimultán ügetett a pályán. A készenléti rendőrség lovas alosztálya mellett a szemlén részt vettek a Hajdú-Bihar, a Nógrád, a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság lovasa is, valamint az Országos Polgárőr Szövetség lovas tagozatának és a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek önkéntes tagjai is. Rauch Tamás 13 éve tagja a készenléti rendőrség lovas alosztályának. Én az iskola elvégzése után egy csapatszolgálati képzésen találkoztam először a lovasokkal, és nagyon megtetszett ez a szolgálati forma, amit képviseltek. Vicces történet, hogy előtte nekem nem volt közöm ugye a lovagláshoz, és itt sajátítottam el mindent, amit eddig tudok. Az egységnél az egyik legfontosabb a lovak szeretete. A legjobb adottság egy lovasrendőrnek a türelem. Ugyanis ugye a lovakhoz nagyon sok türelem kell, hiszen ők is egy külön személyiséggel rendelkeznek, minden egyes ló. És ezekkel mind a szolgálatok során, mind egy lovardajunka során ugye együtt kell tudni működni velük, és nyilván nehezebb elmagyarázni nekik, mivel nem egy nyelven kommunikálunk, hogy hogyan tudjunk jól együtt működni. A lovaknak jól kell tűrni a monotonitást és a stresszt is. Elég sokrétű az a feladatkör, amit mi ellátunk. Vannak ugye a mondhatni hétköznapi járőrszolgálatok, amelyeket az egész ország területén látunk el. Ezeket erőigény alapján szoktuk végrehajtani. A különböző megyékből, kapitányságokról jönnek kérelmek, hogy vagy a megerősítő szolgálatot hajtsunk végre, vagy pedig egy közös akció keretében több rendőr bevonásával együtt egy nagyobb akciót hajtsunk végre. A járőszolgálati feladatok mellett látunk el még csapatszolgálati feladatokat is. A mérkőzés biztosítások alkalmával lehet látni a lovasrendőröket, és a csapatszolgálati feladatok mellett vannak még a díszelgési feladataink is, amit állami ünnepekkor, protokoll feladatokkor látunk el huszárruhában, és a Nemzeti Lovas Díszegység az állami ünnepek mellett nyilván nevesebb eseményeken, mint például a Nemzeti Vágta keretein belül is lát el feladatokat. Mindenkinek saját lova van, így az állat minden rezdülését ismeri a lovasa, jobban együtt tudnak működni. Az alosztály jelenleg 24 plusz 4 főből áll, ez a plusz 4 fő a tiszti állományt jelenti. A 24 fő mellett ők rendőrök, mellettük van még egy szígyártónk, aki ugye a lovaknak a felszerelései, vagy az embereknek a felszerelésének javításával, elkészítésével foglalkozik, ugye bőr anyagoknak a felhasználásával, és van egy patkolókovácsunk, aki a lovaknak patkolását végzi. Lóból jelenleg 33 lovunk van, ezeknek a túlnyomó többsége Nónius, melyek Mezőhegyesről származnak, és van a ugyanúgy Mezőhegyesről származó sportlovunk is. Egy mérkőzés biztosítására minimum 8 lóval jelennek meg. A mérkőzés biztosítás során az elsődleges cél a lovasalosztály részéről a preventív megjelenés. Ugye itt azt kell tudni, hogy ha esetleg egy rendbontás történik a mérkőzésen, és mi a lovakkal fellépünk, ott a rendbontók, nyilván mivel egy állatról van szó, nem tudják eldönteni, ha mi megindulunk feléjük, akár lépésben, akár ügetésben, vagy vágtában, hogy mi ott megállunk-e, nem állunk-e, és így egy sokkal nagyobb visszatartó ereje van, mintha például egy sima járőr sorfallal, vagy esetleg gépjárművel történő osztatás történ a mérkőzés során. Amikor nem látnak el szolgálatot, akkor a lovardában gyakorolnak. Most a kollégák járőrszolgálathoz készülnek, ugye itt láthatjuk a nyerget. Hozzátartozik egy nagy kantár, feszítőkantárnak is mondjuk, ugye előírás szabályzó szerint, hogy szolgálatban csak nagy kantárral láthatunk el szolgálatot. Ugye itt a lényeg ennek, hogy sokkal
jobban tudunk befolyást gyakorolni a lóra, és sokkal könnyebben tudjuk kontrollat tartani, de természetesen a lovardában, lovardai feladatok során csak sima csikókantárba lovagoljuk a lovakat. Ugye a kobak az úgy szintén előírás, mint biztonsági felszerelés, védőfelszerelés, ugye balesetek megelőzése véget, és itt ugye nyeregre akasztható gumibotot látunk még. A lovasok más egységekhez hasonlóan megerősített járőrszolgálatot látnak el a temetőkben minden szentekkor és halottak napján is.